Don't you know what time it is? Hát ja, ilyen videó is nagyon-nagyon régen volt. Ez egy újabb kis kedv csináló, nekem legalábbis, ha már szeretem ezt a pervers formátumot, és ez is igazándiból csak egy rövid alibi videó egy olyan témával kapcsolatban, amiről szerintem érdemes lenne hosszú távon beszélgetni. Viszont mindig is melegséget töltött el az, hogy valamiféle tartalmat tudok szolgáltatni nektek, amiben mondjuk otthonosan érzem magam, és egyébként már hosszú-hosszú idők után terveztem egy epic comeback-et, bizonyos vonatkozásban, de valószínűleg itt is le kell húzni a rolót. De valószínűleg most már örökre. Ugyanis tegnap előtt a kormánypárt megszavazta az új katatörvényt, amiben hát nem fogok hazudni, ebben a vonatkozásban én is érintett vagyok, és úgy voltam vele, hogy ha már valamilyen szinten az egzisztenciámat fenn kell tartanom, akkor valószínűleg ez a fajta tartalomgyártás eléggé a rovására fog menni, de aztán attól függetlenül is rájöttem, hogy ezt így ilyen formában nem tudom tartani azt a szintet, még a saját munkám területén sem, így hát aztán lassan letargiába kergettem magamat, és majdnem kezdtem elfogadni az elfogadhatatlant. Aztán annyira megörültem másnap, hogy nem kell feltétlenül ezt elfogadni, mert pont másnap szembesültem azzal, hogy szerveztek egy spontán tüntetést ez ellen a kezdeményezés ellen, aminek annyira megörültem, hogy azonnal kint akartam lenni. Egyrészt, hogy szerezzek némi élményt, meg emléket az eseménnyel kapcsolatban, másrészt pedig, hogy beszélgessek olyan emberekkel, akik valóban érintettek a témában. Katások, kis és középvállalkozók, meg olyan emberek, akik bár lehet, hogy nem űzik ezt a tevékenységet, de bizonyos vonatkozásban ők is érintettek a dologban. Nekem ez egy különleges élmény volt, kicsit ilyen fesztivál hangulat volt az egész, bár egyébként ez érthető, hiszen nagyon gyorsan és nagyon spontánul jött, nem lehetett normálisan megszervezni, de legalább valami drasztikus történt ott. Hogyha figyelembe vesszük azt, hogy ugye a tömegközlekedés blokkolása miatt készenléti rendőröket küldtek ránk, és hát ennek megfelelően kiküldtek minket az út szélére, hogy újra szabaddá tegyék a forgalmat. Nem volt túlzottan brutális az, amit ott átéltem, bár eléggé ijesztő volt az, ami ott történt, de úgy tudom, hogy semmilyen komolyabb sérülés nem történt, leszámítva az, hogy egy mentőautót hallottam ott elrobogni, de remélem, hogy semmi komolyabb nem történt ott arra. Én legalábbis arra emlékszem, hogy azután minden ugyanúgy ment spontán, de hát nyilván nem a megszokott módon, bár valószínűnek tartom, hogy ennek még ugyanúgy lesz folytatása. Mindenesetre élmény szinten azt, amit el lehetett ott várni, egy normális passzív tüntetés volt, rengeteg katás, kis és középvállalkozó, dolgozó, művészember, pedagógus, sőt, még futárok is kim voltak, és hát szintén fantasztikus volt, hogy ők is kifejezték szolidaritásukat az ügyben. Voltak politikus képviselők is, nyilván olyanok is voltak, akik annyira nem voltak a szívem csücskei, de hát el kell ismerni, hogy végül is normálisan viselkedtek ott. Nyilván azt mondták, amit ilyen helyzetben muszáj kimondani. Volt még egy normális arc, akire még lehet, hogy vissza fogok térni, és ami viszont még meglepett ebben az egészben, hogy a tüntetésen még olyas valaki is feltűnt, kifejezetten egy youtuber arc, akiről elképzelni nem tudtam volna, hogy egyáltalán lesz valaki, aki a közösségi médiából is szintúgy kijött képviselni magát, mégpedig a Fun with Geeks Dave. Azon tartalomgyártók egyike, akiket a tartalmaik miatt nem szoktam annyira szívleni, viszont kifejezetten meglepett az, ahogyan így öntudatosan, nyilván volt benne némi indulat, de tök őszintén autentikusan kiállt, és így bátran felvállalta azt, hogy ő is ugyanúgy katás, és ugyanúgy szeretné megvédeni ezt az egész ügyet, amiért mi nagyon sokan kijöttünk. És bár nagyon sajnálom, hogy a YouTube-osok közül csak ő volt ott jelen, aki így képviselte magát az ügyben, de hát igazándiból még ez is hatalmas nagy lelkesítés volt. A szomorú az volt, hogy ez a tüntetés nem tartott kifejezetten sokáig, mert ehhez hasonló esemény volt például az internetadó elleni tüntetés. Ami egyébként bizonyos vonatkozásban nem összehasonlítható, mert a katásadózás nyilván nem mindenki tudja használni, az internetet viszont gyakorlatilag mindenki tudja használni, és éppen ezért sokkal jobb eredménye lett ennek a dolognak. Csak hogy, ugyanúgy ahogyan az internetadó, ez a rendelet is ugyanúgy hirtelen jött fasság lett, amire lettek negatív visszhangok, és nagy valószínűleg a közeljövőben folytatódni is fog. Erre majd a videó végén kitérek, főleg azért is, mert volt ott egy olyan politikus képviselő arc, aki elmagyarázta azt, hogy ha az elkövetkezendő két hét alatt egy bizonyos létszámú tüntetést kezdeményezünk, ez, hogyha jól emlékszem, az minimum valami 100 000 ember, most nyilván a katás kisvállalkozókat értem ez alatt, akkor elméletileg ebben az esetben lehet kezdeményezni egy rendkívüli parlamenti ülést, hogy változtassanak ezen az egészen. Egyébként erről is volt egy ilyen beszélgetés, hogy nem valószínű, hogy ez is megvalósul, de ha már ez is egy ugyanolyan légből kapott, gyors döntés volt, amire egy viszonylag nagyon gyors, észszerű ellenlépés volt a tüntetők részéről, akkor szerintem ennek is ugyanúgy megvan a létjogosultsága. Én legalábbis a magam részéről azt gondolom, hogy amíg ez az egész kezdeményezés tart, én valószínűleg még ott leszek ezeken a tüntetéseken, hogy lássam, hogy merre fog ez az egész kialakulni. Főleg azért is, hogy legalább mentsem azt a minimális menthetőt, aminek köszönhetem azt, hogy egyáltalán azt csinálhatom, amit szeretek. És igazándiból itt jön most a videónak az apropója, amiben szeretnélek titeket is bevonni ebbe az egészbe, legalábbis mindenkit, aki szintúgy érintett ebben a témában, akár katás, akár kis vállalkozó, vagy egyik se, de valamilyen szinte mégiscsak érintett a dologban, hogy ne szégyeljétek ezt a dolgot, és mindenképp érdemes menteni a menthetőt, mert ez is egy szintén nagyon sok embert érintő téma, közel 400-500 000 embert érintő dolog,
Ami ellen, hogyha most, az elkövetkezendő két hétben nem cselekszünk semmit, akkor valószínűleg ennek katasztrofálisabb következménye lehet. A videó alján fogok majd linkelni két Facebook eseményt, ami ezzel foglalkozik, és mindenkit szeretnék kérni, aki tényleg érintett ebben, hogy figyelje az eseményeket, és aki tud és időt szára, az mindenképpen segítse ezeket a mozgalmakat. Mert vagy lesz jövőnk, vagy semmi nem lesz, én azt mondom. Ja, és akit egyébként ez az artwork érdekel, amit kifejezetten alibiből erre az alkalomra készítettem, azt az Instagramon megtekintheti. És így a videó végére bocsi, hogy így borzasztó komor lett a hangvétel, de mivel hogy számomra ez egy borzasztóan érintőleges téma, ezt így nem hagyhattam szó nélkül. Minden esetre köszönöm a megtisztelő figyelmet, és remélem, hogy az elkövetkezendő két héten belül, amíg még ez az egész kezdeményezés tart, nagyon sokan ott lesztek, és reménykedjük abban, hogy a jog és az épp emberi ész fog győzni ismét. Na, köszönöm még egyszer, hódolatom. Duplázd az adókat! Triplázd az adókat! Focsarjátok ki, mint a citromot, a nótás kedvű parasztokat!